Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó az M1-en, Székely Áron vagyok. Átadták a Magyar Zeneházát a Városligetben. A különleges épületben izgalmas kiállításokkal és zenei programokkal várják az érdeklődőket. A Magyar Zeneháza az egykori lepusztult Hung Expo irodaházak helyén épült fel, és a környékén mintegy 7000 négyzetméternyi zöld felület újult meg. A Magyar Kultúra napjára időzített megnyitón Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, válság ide vagy oda, mi magyarok kulturális expanzióban vagyunk. 10 évvel ezelőtt így nézett ki a terület, amin megindult az építkezés. A Magyar Zeneháza Zuglóban, a Városligetben, az egykori lepusztult Hung Expo irodaházak helyén épült fel. Az új épület környékén pedig egy évtizedekig elzárt és elhanyagolt, mintegy 7000 négyzetméternyi zöld felület újult meg. 10 év elteltével és a világhírű japán Fujimoto Su építész tervei alapján ma már ez a látvány fogadja a Városliget belátogatókat. Az elmúlt években számos nemzetközi szakmai elismerésben részesült a Magyar Zeneháza. Legutóbb a világ 22 legjobb, 2022-ben megvalósuló kulturális látványossága közé választotta az egyik legmeghatározóbb nemzetközi programajánló magazin. Batta András, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója az átadó ünnepségen hangsúlyozta, a legkülönfélébb műfajok képviselői egyaránt meghívást kapnak majd, így a Magyar Zeneháza nem egyszerűen egy zenei intézmény, hanem a Városliget egykori hangulatának örököse, valódi zenepavilon lesz a park közepén. Programjainkra érdemes korábban érkezni, mert gyermekeink biztosan kipróbálják a zenélő játszóteret, és szép időben szabadtéri zenélő területünk karéja is fogva tart majd. Az üvegen át látjuk, amint szól a zene, nagy és kis teremben, és belépve halljuk is, rácsodálkozva az üvegtermek meglepően jó akusztikájára. Az átadó ünnepségen a magyar zenei élet többféle irányzatának képviselői vettek részt, mások mellett fellépett Miklós Erika operaénekes, Bogányi Gergely és Szakcsi Lakatos Béla zongora művészek. A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa nehéz időket él át. Járványok, népvándorlási hullámok követik egymást, és a kontinens politikai, katonai, gazdasági és kulturális súlya is folyamatosan zsugorodik a világ többi részéhez mérve. Magyarország azonban bővül. Máshol az ilyen intézmények a járvány miatt inkább bezárni, leépülni és visszahúzódni szoktak, miközben nálunk itt áll teljes fényében ez a lenyűgöző, erős kulturális kisugárzású új intézmény. Ráadásul a Magyar Zeneháza nem magában árválkodik, hanem része egy hatalmas kulturális beruházásnak. Vagyis állapítsuk meg, mi magyarok kulturális expanzióban vagyunk, válság ide vagy oda. Orbán Viktor emlékeztetett azokra a támadásokra, amik a városligeti fejlesztéseket érték. A baloldali politikai munkások védték, ami lepusztult, lelakott és méltatlan volt, és ellenezték, ami szép, világszínvonalú és lélekemelő. Nagy a kísértés, de talán mégsem illik, hogy a Magyar Kultúra napján politikai revanssal foglalkozzunk. Én sem teszek ilyet. Annyit azonban kicsiklandozik belőlem a kis ördög, hogy halasszuk ezt el, ne feledkezzünk el róla, csak halasszuk ezt el, és inkább, hogy stílszerű legyek, áprilisban húzzuk el a nótájukat. A kormányfő felidézte, 2010-ben azt akarták, hogy a Liget váljon újra a magyar kultúra fellegvárává, és így született meg a Liget projekt, amely Európa legnagyobb kulturális beruházása. Az ország építők nevét a magyar nemzet soha nem felejti el. Ilyen országépítők adták nekünk a Lánchidat, az Országházat vagy a Margit hidat. Kerékkötők, károgók, hátráltatók, országrombolók mindig voltak. De az ő nevükre senki sem emlékszik, mert a magyar nemzet egyszerűen kiejti őket az emlékezetéből. A Magyar Zeneháza vasárnaptól várja az érdeklődőket.
A kultúráért felelős államtitkár Fekete Péter a frissen felavatott Városligeti Magyar Zeneházában a Kultúra Napja alkalmából adott át díjakat. Arról beszélt, hogy a díjak azoknak a kulturális dolgozóknak a munkáját ismerik el, akik akkor sem tétlenkedtek, amikor a mindennapokat a járvány uralta. Mindeközben felépült az épület, kulturális fejlesztések tucatjai zajlottak országszerte, sikeres támogató programok fogták egybe a művészeti élet szereplőit. Konferenciákon elemeztük a kialakult jó gyakorlatokat, és igyekeztünk a szükségből erényt kovácsolni. Amikor pedig erre végre lehetőség adódott, a kulturális intézmények újra szélesre tárták kapuikat. Marosvásárhelyen megnyitották a Tamási Áron emlékévet. A rendezvényekkel a 125 éve született székelyíró előtt kívánnak tisztelegni. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár ünnepi beszédében az író bátorságát és iránymutatását emelte ki, felidézve regényhőse Ábel alakját, aki a világot bejárva érti meg, haza kell térnie ahhoz, hogy valahol otthon lehessen. Hozzátette, a magyar kormány Tamási Áronnal együtt vallja, hogy a szülőföld örök érték. Nem csak nekünk, kárpát-medencei magyaroknak, hanem a diaszpora magyarságának is példát mutat abból, hogy mi magyarok sose futamodjunk meg, vállaljuk az élet nehéz dolgait, és így is olyan tetteket tudunk végrehajtani, letenni az asztalra, amire méltán lehet büszke a világ. Tamási Áron munkásságára, írásaira, mentalitására, arra, hogy hogyan tudta megszólítani a magyar olvasókat, egyáltalán magyar embereket, igenis büszkék lehetünk. A Magyar Kultúra Napjára technikailag és tartalmilag is megújult a Duna Televízió. Új produkciókkal, új műsorvezetőkkel találkozhatnak a nézők. Dobos Menyhért vezérigazgató az M1-en elmondta, a 21. század kihívásainak szeretnének megfelelni. Lesznek például új vallási műsorok, de megújulva tér vissza a Dal, a Ridikül, valamint a Magyarország Szeretlek című vetélkedő is. A közmédia filozófiája, hogy az érték megőrzés és az érték teremtést tartja szem előtt, vagy a kereszténység nemzet megtartó erejét, értékként tekint a családra, őrzi az identitásukat, tehát a közjót szolgálja, és ezen elvek mentén újult meg, és új műsorokkal jelentkezik a Duna Televízió, új arculattal, új díszlettel és új műsorvezetőkkel. Lezárult a heti oltási akció, szombaton 18 óráig lehetett kérni időpontfoglalás nélkül a koronavírus elleni vakcinát a kórházi oltópontokon és a kijelölt szakrendelőkben. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy azok az oltatlanok, akik átestek a fertőzésen, a gyógyulás után azonnal megkaphatják a védőoltást. Jövő héten csütörtöktől szombatig ismét előzetes regisztráció nélkül kérhető a koronavírus elleni védőoltás. Jelenleg idehaza már a gyorsan terjedő Omikron a domináns. Szakemberek mindenkit az oltás felvételére buzdítanak, mert a betegség súlyos lefolyása csak a vakcinával kerülhető el. 18 éves korig a szülők kötelessége és kizárólagos joga a gyermekeik szexuális orientációhoz kapcsolódó nevelése, és ebbe nem avatkozhat bele egyetlen NGO sem. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter az amerikai Newsmax hírtelevíziónak adott interjúban. Szijjártó Péter azt mondta, két gyermekes apaként sosem fogadna el egyetlen NGO részéről sem, hogy bemenjen a gyermekei iskolájába, és olyan dolgokról beszéljen nekik, amelyekről ő szeretne beszélni velük. Tiszteletben tartjuk minden felnőtt választását az országunkban, hogy hogyan szeretné élni az életét. De ragaszkodunk ahhoz a kizárólagosokhoz, hogy egyedül a magyar szülők dönthetnek arról, hogy a saját gyerekeik milyen szexuális orientációhoz kapcsolódó nevelésben részesüljenek. Éppen ezért tiltottuk meg az LMBTQ plusz NGO-knak azt, hogy bemenjenek az iskolákba és az óvodákba. Összeütközött péntek éjszaka két metrószerelvény Kőbánya Kispestnél. A baleset a hármas vonal úgynevezett kihúzó szakaszán történt, senki sem sérült meg. A metrópálya az ütközés helyszínén tönkrement, a kisiklott vonatok elvágták a biztosító berendezés kábeleit is. A rendőrség a vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetése bűncselekmény gyanúja miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen. Tegnap éjszaka pedig megkezdték a sérült metrókocsik eltávolítását és a megrongálódott pályaszakasz helyreállítását. Az érintett területen a mai napon vágányzár van életben.
Havazással indult a hétvége több helyen is az országban. Volt, ahol csak néhány centiméternyi esett, de például a Bakonyban 8-10 centimétert is mértek. Komolyabb fennakadást eddig sehol nem okozott a hóesés. Ma az ország nyugati részén eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég. A Nyugat-Dunántúlon több felé lehet havazás, néhol havas eső. A Tiszántúlon viszont már csak egy-egy hózápor alakulhat ki.